Nyomasztó kényszerszünet, állandó bizonytalanság. Természetesen a járvány alapjaiban határozta meg akadémiánk életét az elmúlt hónapban. Köszöntöm Önöket! A Puskás magazin legújabb adásában főként arra kerestük a választ, hogyan lehet megbirkózni a megváltozott körülményekkel játékosként és edzőként. Avagy futball a karanténban. Ez is foci, csak spártai. Kíváncsiak voltunk, hogy trénereink hogyan szervezik meg az otthoni edzéseket. Egyedül maradtak. Mongol játékosaink és a vajdasági Bika Zalán a határzár miatt az akadémián várják ki a korlátozások végét. Az ő mindennapjaikba pillantottunk bele. Nincs lehetetlen. Bemutatjuk, mely saját nevelésű játékosaink mutatkoztak be ebben az idényben az első osztályban. Mi dolga egy lelkésznek egy labdarúgó akadémián? Mácsodi Ferenccel, az Öregdiák Központ vezetőjével készítettünk mini portrét. Akadémiánk edzői is nehezen viselték a kezdeti bizonytalanságot, ám folyamatosan motiválták a játékosokat, hogy igyekezzenek a lehető legtöbbet kihozni a monotonnak tűnő otthoni edzésekből. Mindenkit sok szeretettel köszöntök, és akkor a szokásos napirend előtti kérdést fel kell tennem. Volt olyan, aki lázas volt, beteg volt, légúti betegség, családjában, környezetében találkozott-e ilyennel? Liszkai Dezső képzési igazgató kérdésére mindenki nemmel felelt, így kezdetét vehette a kényszerszünet negyedik hetén tartott stábértekezlet, amelyen az NB3-as csapat trénerei és Mónos Tamás az U19-esek edzője jelent meg. A téma leginkább az volt, hogyan lehet megküzdeni a csökkenő motivációval, hisz a játékosok érthetően unják már a bezártságot és az egyéni edzésterveket. A tartós futást leváltottuk, és kicsit változatosabb, tempósabb futásokkal fogjuk kiegészíteni. A héten a regenerációs hetet azt tartjuk, és ehhez igazítottan csináltam meg mind az erősítő programot, mind a futóprogramot, a futballkondit és a pihenőnapokat. Visszajelzések? A visszajelzések, ugye a kérdőívet használjuk a feedbackekre. Ebben a sorrendben, hogyha a tegnapi napot nézem, akkor a Gáspár Máté az első. Egészségi állapotában nagyon jól érzi magát, az iskolai távoktatás megfelelőnek tartja, erőléti állapota kiváló, ugye, hogy a sérülésből visszajött, a Danival egy elég komoly fizikális munkát végeztek, gond nélkül bele tud állni ezekbe a otthoni munkákba, illetve a program alapján úgy értékelő, hogy megfelelően szinten tudja tartani magát. A 3 hetes periódusok alatt az intenzív kondi programokat a gyorsasságot fejlesztő feladatok követik, majd jöhet az 1 hetes regeneráció. A szakmai stáb vitaminokkal és étrenddel is ellátja a labdarúgókat, de igyekszik versenyhelyzetet is kialakítani. Egy-egy motivációs rész szükségeltetik, úgyhogy egy fejelő kihívást intéztünk hozzájuk, amit a Zsolt fel is tett az oldalra. Ha Zoli majd egyetért vele, akkor ezt minden héten aktiválni fogjuk. Ugye itt, ahogy a Zoli is, meg a Mónos Tominak is az edzésen, hogy mindent bemutatunk a játékosoknak, és úgy csinálják a gyakorlatokat. Itt azt kértük a Lackó Zsoltitól, hogy csak úgy kérjünk tőlük kihívást, hogyha azt mi is megcsináljuk. Gambino minden szempontból nagyon ráér. Ő volt az első, aki azonnal feltöltötte a Lackó Zsolti legyőzésére a videóját. 536-ot fejelt. Nagyon jó labdaérzékelés érezhető a gámban, de hát ezzel itt sose volt gond, úgyhogy a Zoli ezzel a részével mindig elégedett is volt. A Kokó egyre jobban van, őt is meg tudom erősíteni ebben a témakörben, úgyhogy ez volt a másik fajta kiváltása ennek a kihívásnak, hogy lábbal való dekázásnak is szépen javul a bokája. Kinna pusztában tulajdonképpen a Máriusz, ugye ez volt még a fontos tényező, hogy a két romániai játékos, aki ugye edzésben van és nem sérült, hogy tudja megoldani neki, ugye a nagybátyánál engedélyezte a román hatóság, hogy dolgozzon. Most jött el az a pillanat, jó pár játékos megerősítette azt is, hogy igen, az első 2 hétben fogják őket a szülők, most már inkább úgy vannak vele, hogy jaj, de jó lenne, ha kezdődne a bajnokság, jaj, de jó lenne, ha elvinnék az edzők őket kis csoportokba foglalkozni. Úgy raktuk fel ugye a feladatokat a játékosoknak, hogy kértük, hogy NB3 most, hogy a heti lebontásba küldjék nekünk vissza, amiket csináltak. Itt beraktam 1-2 olyan szempontot a számukra, amit figyelembe kell, hogy vegyenek,
hogy ne csak össze-vissza végezzék a feladatokat, hanem coaching pontokat beraktunk. Ugyanúgy benn van ugye a csütörtök erősítő gyakorlat, majd ugyanúgy ugye a csütörtök labdás gyakorlat, tehát amiket ugye végeznek a játékosok, azok így vannak rendszerezve fönt most a Harolon, hogy az egész hetet lássuk náluk, hogy alapvetően milyen munkát végeznek heti lebontásban, napi szinten, és ugye a gyakorlatokat figyelembe véve. A stábtagok egybevágó véleménye szerint remek dolog, hogy sokan extra munkát is végeznek a játékosok közül, így átlag 3 órát gyakorolnak minden nap. Monoton tud lenni ugye ez a 3 hetes program, amit most előre így megkaptak, kicsit úgy mindig megijednek tőle, de mindig azt kérdezem, hogy mi a plusz, amit még hozzá tudtok ehhez tenni. És megmondom őszintén, nagyon-nagyon jók a visszajelzések ebbe is. Ezek a gyerekek ezek keresik ugye a lehetőséget, valaki le tud menni pályára, nagyobb területen tud otthon fotballozni. Másfél órát ugye alapba el kell töltenék ugye ezzel a programmal. Ők pluszba nagyon-nagyon sokat dolgoznak külön. Szerintem nagyon-nagyon jó állapotba fogjuk őket visszakapni. Én ezt mindig kihangsúlyozom nekik, azért sportemberek, hogy van egy ilyen probléma ugye a nagyvilágban, nekik ez alkalmazkodni kell, és ezen túl kell nekik lépni. És ezért sportolok, mert mi ezt tudunk is alkalmazkodni, és bármi történik, mi ezt megoldjuk. Visszaléptünk egy picit az időbe, hogy a játékos egyén szint. Egyén, én ki vagyok, nekem mit kell csinálni, és sokkal többről szól, mint hogy itt még 2 órában belepumpáljuk a dolgokat. És ilyen utasításokkal, hogy a petibális videó megálltja, fotó, jelzés, súlymérés, visszajelzés, feedback-e, korbaszájba, minden, a kapcsolattartás, a Facebookon, mindenféle csoportokban, ez egy nagyon jó dolog, de ott most kiderül egyének, ezt megcsinálom, hogy csinálom, és én ezt akarom-e, vagy pedig csak azért, mert hogy meg vagyok én kérve rá. Most elérkeztünk oda, megállt egy picit az idő. Magyar a játékosok most újra fekvőznek, újra tolóckodnak, újra ezt csinálják, azt csinálják, azt csinálják, amit az én korosztályom, a Tomiék lementünk a grundra, elmenjünk falazni, elmenjünk cselezni, elmenjünk egyéni képzésre, magyarul a saját útját, motivációt fogja megtalálni. Harcosokat nem csak háborúban lehet képezni, erre világít rá a szakmai igazgató is egy történelmi anekdotával. Próbálok én régiből visszanyúlni, ugye a Spárta. Spárta mi volt? Meg volt a kiképzés, mi volt a kiképzésnek az egyik fontos álma, hogy kiküldték a vadonba. Hazaér, túléli a telet a hegyekbe, vagy nem éri túl a hegyet. Tehát ez ugyanaz a dolog. Most kiderül, hogy ki tud, ahogy a Tomi megfogalmazta, hogy ki tud alkalmazkodni a környezethez, a változáshoz. Azokból lesz majd játékos. Rengeteg olyan sporttémájú film van, amiben pont ilyen egyéni karriereket mutat be. Én teljesen véletlenül most láttam egy filmet a Jesse Owensről. Ugye ő a 36-os Berlin olimpián 4 aranyérmet nyert, amerikai déli államokból származottól még akkor a buszakon még külön ajtónk volt, meg nem mehettek be, stb. És ő, mint így mondom, színes bőrű, 4 aranyérmet nyerte egy olyan német birodalom központjában, éppen akkor a fasizmus virágkorát érte. Tehát nagyon érdekes egy 2,5 órás film, és én melegen ajánlom a gyerekeknek, hogy azt is nézzék meg, mert nagyon sokat lehet tanulni, hogy milyen jellemek voltak, meg hogy hogyan tudott valaki. Úgyhogy gyapotszedő ültetvényről hogyan került a Berlin olimpia döntőjébe. Trénereink tehát nem csak edzések alatt, azok után is ellátják okulni valóval a játékosokat. Rajtuk áll, mennyit fogadnak meg belőlük. Voltak játékosok, akik magányosabban töltötték az elmúlt heteket a többieknél. Ők ugyanis nem utazhattak haza. Lássuk, milyen az, amikor szinte csak a tiéd az egész akadémia. A koronavírus járvány miatt otthonukban készülnek akadémistáink egyéni edzésprogram alapján. Akadtak azonban sajnos olyan játékosaink, akik nem jutottak haza. A vajdasági származású Bika Zalán, aki U17-es csapatunkat erősíti. A magyar-szerb határ lezárása miatt már nem utazhatott haza. Kellettek a szerb papírok, hogy átkeljek a határon, és gondjaink akadtak, mert otthon vannak, és megpróbálták elpostázni nekem, és mire megoldottuk volna a problémát, addigra lezárták teljesen a határokat, és így már nem tudtam visszamenni. Jól fogom fel az egészet, nem vagyok szomorú, próbálok minél pozitívabb lenni, viszont a bajnokságot sajnálom, kár, hogy nem tudjuk folytatni, és nem tudjuk elérni a kitűzött célunkat. Zalán nincs egyedül, mongol akadémista társai is Magyarországon maradtak. Unatkozni nincs idejük, mert szoros a napi rendjük. Rajtam kívül meg itt ragadt 3 mongol gyerek, szóval nem unatkozok, velük el vagyok minden nap, velük szoktam az edzésprogramot megcsinálni. Mi itt egész napon edzünk, reggel meg délután, de bármikor, és edzők adnak heti programot,
és minden nap kell edzeni, meg videó, ilyeneket mindenki csinálnak. 2016 óta minden szezonban két mongol fiatal érkezik akadémiánkra ösztöndíjasként, hogy nálunk készülhessen. A most itt maradt srácokat a nagyreg, MB3-as csapatunk támadója Gamba vette szárnyai alá. Mongoliában lezártak határokat, azért itt maradtunk a korona miatt. Szerintem itt legjobb helyen vagyunk, mert minden van, reggeli, ebéd, vacsora. Akadémistáink számára minden biztosított a tanuláshoz, illetve az edzésekhez. Mi nevelők igyekszünk nekik segíteni ebben, hogy a komfortzónájuk, amikor szabadidő van, akkor az megmaradjon. Természetesen a napi rendjük az egy kicsit változott, de ugyanúgy van tanulás, és ugyanúgy van edzés, illetve pihenés időt is megpróbáljuk nekik úgy megszervezni, hogy azért rekerek egész napjuk legyen. Amikor szükség van rá, akkor a mosoda is működik, tehát azt is biztosítjuk nekik. Az étkezés ugyanúgy, tehát reggel, ebéd, vacsora biztosítva van, tudnak tanulni, számítógépet tudnak használni, laptopot, tehát minden olyan eszköz biztosítunk nekik, ami kell az edzéshez, a tanuláshoz, illetve a szabadidős tevékenységhez. A srácokat váltott műszakban nevelő tanáraink is segítik. Körülbelül 8-an lehetünk, ahogy számoltam, most annyi, hogy aki idősebb volt, őt ugye kivettük, nehogy ő is fertőzött legyen akár. Úgyhogy így váltogatva jövünk be, van egy reggeli időszak, illetve egy délutáni időszak, és akkor ezen belül persze tudunk cserélgetni, de folyamatosan tudunk ügyelni, ez a lényeg. Távol a családtól, az otthon melegétől, fiataljaink az akadémia edzőpályáin teljesítik az egyéni edzésprogramot, amely több feladatból tevődik össze. Áll egy kondi részből, amit hétfő szerda pénteken meg kell csinálni. Minden napra van kiírva futásprogramunk, és emellett labdás koordinációk, mobilizáció, stabilizációk is vannak még kiírva. A futásprogramra van egy külön applikációnk, ott látják az edzők, hogy mikor kezdtünk el futni, mennyit futottunk, és milyen gyorsan. A kondi részt azt nekünk kell levideózni, hogy megcsináltuk, meg szintén a labdás részt is. Szomorú látvány, hogy az éjjel-nappal pezsgő intézményünk szinte teljesen üresen áll. De bízunk benne, ahogyan minden futballrajongó és labdarúgó a világon, nem sokára visszatérnek a normális hétköznapok, és akadémiánk is újra gyerekzsivajtól lesz hangos. Első osztályú csapatunk történelmi sikerre készült a pontvadászatban, a negyedik hely ugyanis az eddigi legjobb szereplésünk lehet, amely akár nemzetközi kupaindulást is érhet, amennyiben sikerül befejezni a szezont. Ebben több saját nevelésű játékosunk is közreműködhet. Az újoncokról készült összeállításunk következik. A hivatalos statisztikákat böngészve az U21-es korosztályú magyar labdarúgók közül a hazai élvonalban NB1-es csapatunkban debütáltak a legtöbben. Számos fiatal játékosunk közül az idény első fecskéje Radics Márton volt, aki eddig 11 bajnokin, valamint 6 kupa találkozón jutott szóhoz. A második jó beadás már góllal végződik. A mester azt kérte tőlem, hogy minél higgadtabban oldjam meg a védekezést elsősorban, utána pedig próbáljak támadni. Úgy érzem, hogy ennek eleget is tudtam nagyjából tenni. Persze pár hibával játszottam, de mondta a mester is, hogy az benne van a játékban, főleg ilyen fiatalon, és szerintem egy egész stabil teljesítményt tudtam nyújtani. Radics gól! Sikerült megszereznem az első gólomat, az első igazából hivatalos gólomat, hiszen eddig edzőmeccsen találtam még be a Puskás Akadémia színeiben, nem az első csapatban, hanem utánpótlás szinten, szóval nagyon boldogok vagyunk, és örülünk, hogy mehetünk tovább a kupában. Tarcs László januárban tért vissza akadémián kötelékébe, másfél éves csákvári kitérőt követően. A fiatal balhátvéd teljesítményének köszönhetően már az első tavaszi fordulóban lehetőséget kapott Hornyák Zsolttól. Dajcs, az szép. Jó meglátás volt. Gyurcsó aztán középre, ott a helyzet, és gól-gól megszerzi a vezetést. Próbáltam lehozni a védekezést, ez szerintem sikerült is. Szóval így elsőre szerintem egy jó meccset tudhatok magam mögött. Saját nevelésű kapusunk Tóth Balázs szeptemberben a Magyar Kupában. A Bonyhád elleni találkozón őrizte először élvonalbeli csapatunk hálóját. Azóta további 3 kupa meccsen kapott lehetőséget, és végül Hegedűs Lajos sérülése miatt nemrég az NB1-ben is bizonyíthatott. Balázs képességeiről sokat elárul, hogy még nem kapott gólt NB1-es gárdánk portásaként. Ugye visszaállt a második fél időbe a kövesd, és kapusnak ilyenkor valószínű, hogy kevesebb dolga lesz, azért próbáltam fenntartani a koncentrációmat így, hogy beszéltem végig a meccsen. A mostani szezonban fiatal támadóink is remekelnek. Komáromi György számára
A Békés Csaba elleni Magyar Kupa visszavágó marad örökre emlékezetes. Nándori ez alkalma jobb oldalra, és a beadás, és a fejes! Mit védett? Libászki, de aztán végül csak bekerül a hálóba a kapuba a labda. Az első félidő vége előtt 5 perccel elküldött el a mester melegíteni, és utána a félidő, amikor bejöttünk, mondta, hogy készüljön, mert be fogok állni. Bemelegítettünk, és tényleg mesre kész voltam, és tényleg nagyon vártam a második kezdő sípszót. Másik fiatal csatárunkat, Tamás Nándort sem kell félteni, ha gólszerzésről van szó. Érkezik a túloldal, Tamás megkapja, bevágja. Ott van a passáv, robog Tamás Nándor és elrúgja. Ezzel pedig eldől a győztes kiléte is ezen a mérkőzésen. Végül, de nem utolsó sorban Magyar Zsoltról, Skribek Alenről vagy éppen Nándori Botondról is szót kell ejtenünk, hiszen ők is magukra húzhatták NB1-es csapatunk mezét. A bemutatkozó fiatalok a tűzkerességen tehát már átestek, így kis túlzással már csak rajtuk múlik, hogy majdan élvonalbeli labdarúgóvá váljanak. Nem csak labdarúgókat, embereket is nevelünk, úgy is kell hozzájuk szólni. Erről, valamint az Öregdiák Központ munkájáról is beszélgettünk Mácsodi Ferenccel, az akadémia és a gimnázium lelkészével. Az is kiderült, a sport és a zene iránti rajongás gyakran összefügg. One love, you get to share it. Leave your baby far. Don't A jó Isten szereti a rock zenét? Hát ez egy jó kérdés. Szívesen mondanám, hogy meg kellene kérdezni, de szerintem jó Isten szereti a jó zenét. Szereti a jó kedvet, szereti a jó embereket. Szereti a humort, valahogy én, nekem ilyen képen van az én Istenemről. Amikor gitározni tanultam, akkor a gitár volt a legfontosabb számomra, aztán valahogy átformálódtak a dolgok, de hát, mint ahogy egy labdarúgó akadémián a nagy többség az itt dolgozó embereknek futballista szeretett volna lenni, nyilván én is futballista szerettem volna lenni, csak hát a tehetség hiányzott hozzá. Mi időnkben nem volt 7 éves, meg 9 éves, meg 11 éves csapat, U7, U9, U11, mi időnkben 13-15 évesen igazolták az első futballistákat. Én egy felvidéki fiú vagyok, falusi szinten futballoztam. Aztán megpróbálkoztam egy nagyobb kitérővel, Besztercebányára mentem egy katonai gimnáziumba, ahonnan a helyi dukla Besztercebánya verbúválta saját játékosait, de még szinte a kapuig se jutottam el, mert ez egy katonai gimnázium volt, és ott valahogy ebben a közegbe leesett a tantusz, hogy igaziból rendben van, hogy én ott vagyok, meg a futball fontos, no, de hát magyarként én mit kezdek ezzel a szlovák katonai pályával, és körülbelül 3 hetes pályafutásom volt ott, aztán hazatértem. Tanítóképzőt végeztem, egy református tanítóképző volt Nagykörösön, egy ilyen belsőséges világ, ott hoztam egy döntést az Isten mellett, és aztán utána így vezetett az utam haza Révkomáromi teológiára. És voltam rendesen, mondjuk nem sokáig, másfél évig falusi lelkész, Turony, Bisse, Csarnóta, Garé, Szava, ebben az 5 faluban, Baranya megyében. Mácsodi Ferenc 2007-ben került az akadémiára, először kollégiumi nevelőként. Később tanárként a helyi középiskola beindításának is tevékeny részese volt. UEFA C-licenszének birtokában 3 évig edzősködött is, de végül a tanítás mellett tartott ki. Hitoktatóként ő a Letenyei középiskola egyik fő motorja. Az akadémia öregdiák központját is ő vezeti, a hozzá kapcsolódó alapítványokkal együtt. Ez egy 3 éve tartó történet, rendezvényekkel, hálózattal, öregdiákkártyával, hozzákötődő kedvezményekkel, az alapítóknak köszönhetően gyakorlatilag egy ösztöndíj támogatási rendszerrel. Elindítottunk egy olyan támogatási rendszert, hogy az új lakáshoz való jutást, a használt lakáshoz való jutást vissza nem térítendő támogatással támogatja ez az új alapítvány. Hogyha gyermeket nevel a fiatal pár, ez egy utókövetés gyakorlatilag, ami fontos, mert valahol úgy élem meg, hogy az akadémiának az élő lelki ismerete is egyben. Most van
újra és újra előforduló nagy rendezvényünk, egy nagyon jó működő teremtorna, ahol minden korosztály képviselteti saját magát, mint egy csapat, és megküzdünk az öreg diák kupáért. Elmegyünk házhoz, meglátogatjuk őket, ez egy hónapban egyszer vagy kétszer, körülnézünk a házuk táján, mire van szükségük. Valahol a családlátogatás ebből a szempontból egyfajta egy ilyen lelkészi attitűd. Látod, itt keverednek azért a dolgok. Nem akarok játékos megszólítani sosem. Mindig az embert kell benne megszólítani. Ha szerepből szólítod meg, akkor az fog történni, hogy ugyanúgy fog nyilatkozgatni, mint ahogy neked riporternek. Tehát nekem ez nem célom. Tehát ők annyira tudják a futball kliséket mondani, és a futballistát szólítod meg benne. Igen, ám, de a lélek mindig akkor gyógyul ám, hogyha az embert szólítják meg belül, hogy te hogy vagy, mint ember. Mit keres egy református lelkész egy futballcsapatnál? Tehát, hogy az Egyesült Államokban ezt a kérdést fölteszed analóg módon a presbiteriánusokkal, a baptistákkal, akár a katolikusokkal kapcsolatosan, az nem, nincs dilemma. Tehát van egy ilyen spirituális jellegű valaki ott a csapat környékén. 1700-as években az öreg diákok visszatámogatták a régi iskoláikat. Tehát valahol visszanyúltunk egy 200-300 éves tradícióhoz is, amikor egybe tartjuk az öreg diákokat, és valahogy velük a kapcsolatot tartjuk. Azt gondolom, hogy termékeny. És a mai bizalmatlan világban pedig, hogy ők egymásra rátalálnak és egymás segítséget tudják kérni, ez meg egy külön ajándék. Hit, erő, hagyomány, egy új nemzedék talpra áll. Akadémiánk lelkészének és zenészének nagy szerepe volt a Puskás Akadémia indulójának elkészítésében, de a többi hangszeren is dolgozóink közreműködtek annak idején. A háttéréneket pedig játékosaink szolgáltatták. A gics határon belül van még, tehát mindig ugye nagy kérdés ezeknél az indulóknál, hogy mi az, ami túllépezem, mi az, ami még belül van. Meggyőződésem, hogy ez még azért belül van. Két nagyon aranyos történetet hagyd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy az egyik, amikor először a felvett mastert, az anyagot megmutattuk a miniszterelnök úrnak, akkor az volt a válasza rá, hogy nyertük meg Pataki Attilát, hogy énekeljen. És akkor hát nagyon büszkén, így szemlehúnyva elmondtuk, hogy nem Pataki Attila az énekes. Az első elhangzott indulónál, amikor felzendült a mikrofonokból az első 3-4 gitárriff, akkor ott ültem a nézőtéren, és ott ültem a harmadik alkalommal is a nézőtéren, és mellettem egy két székkel arrébb, két idős úr szintén hallgatta az indulót, és akkor az egyik mondja a másiknak, hogy nagy elismerés ez nekem, hogy te, már megint ezt a s**t játsszák. A nagyszerző meg ott ült balra tőlük, két székkel, és hát az, a felfigyeltek legalább a dalra. Ferencnek együttese is van. Eredetileg Ferences Trend lett volna a nevük, de református lelkészként kissé elbizonytalanodott a frontember. Mire jött a reakció, hogy nem mindegy? A válaszban pedig ott rejtőzött a banda új neve, Ferinek nem mindegy. YouTube Tribute-bennek indultunk, és ebből lett egy olyan formáció, elkezdtünk saját dalokon dolgozni. A dalok magyar nyelvűek egyébként, de ugye ha Radics Béla nem szégyelte, akkor mi se szégyeljük azt, hogy angol nyelvű dalokkal töltjük fel a koncertjeinket. Amikor kicsik voltak a gyerekek, akkor abba kellett a zenélést hagyni egy időre, de aztán újjáélett a történet. És most ez egy másodvirágzás, hát nem lehet ezt se a világ végéig csinálni, de valami hobbiának kell az embernek lenni, a látni szemben a pingpongon kívül is. A Puskás magazint látták, köszönjük, hogy velünk tartottak, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!